Gratulál Donald Trump beiktatásához a brit külügyminiszter. Boris Johnson az első politikus, aki jó kívánságait fejezte ki az új elnöknek. Donald Trump közben elkezdte kinevezni kormányának tagjait, és visszavonta elődje egyik utolsó intézkedését is. A búcsúzkodás pillanatai. Barack Obama és családja 8 év után köszönt el a Fehérháztól. A volt elnök ezzel a katonai helikopterrel repült el az Andrews légibázisra, ahol még egy utolsó sajtótájékoztatót tartott. A leköszönt elnök családjával most Kaliforniába indul nyaralni. Joe Biden volt alelnök vonattal indult el otthonába feleségével. Közben Donald Trump már is munkához látott. Az elnök ünnepélyes keretek között kezdte aláírni kormányának formális kinevezéseit, a hagyomány szerint mindegyiket új tollal. Első között az ország új pekingi nagykövetét és a védelmi minisztert nevezte ki, ezen kívül rendelkezett a patriotizmus nemzeti napjának létrehozásáról is. Trump beszéde közben már az interneten is átálltak az új elnök személyére. A hivatalos Twitter fiókról törlődtek Barack Obama korábbi üzenetei, a Fehérház honlapján pedig már nem elérhetőek az előző elnök politikái sem. Az interneten egyébként elindult egy honlap is, amely már most az új elnök lemondatását igyekszik elérni. A szervezet arra hivatkozik, hogy Trump vállalkozásai miatt összeférhetetlenség és etikai vétség merült fel a hivatalba lépésekor. Vannak azonban, akik örülnek a beiktatásnak. Az új elnöknek elsőként gratulált a brit külügyminiszter. Boris Johnson azt mondta, Nagy-Britannia kéz a kézben dolgozik majd együtt az Egyesült Államok új elnökével a világ stabilitása, jóléte és biztonsága érdekében. Melania Trump szlovéniai szülőfalujában is nagy az izgalom. A helyiek süteményekkel és egy saját borral is készültek a szlovén származású First Lady beiktatására. Donald Trump beszédében ugyan nem említette Hillary Clintont, aki volt elnök férjével vett részt a beiktatáson. Egy felvétel tanúsága szerint azonban kezet fogtak egymással a beiktatás után, Trump pedig azt mondta neki, köszönöm, hogy eljött. Washingtonban közben még tartanak a zavargások. A tüntetők kirakatokat törtek be, kukákat borogattak és többször is összetűzésbe keveredtek a rendőrökkel, akik közül ketten meg is sérültek. A rendőrök könnygázt vetettek be és mintegy 90 embert őrizetbe vettek.